Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk. Egy pár rövid hír a tudomány világából, és egy pár olyan, amin el tudunk lamentálgatni közösen. A kedvencem. 10 dal, amitől a legvidámabbak lesznek. Ja, jó, akkor nem ezt beszéltük meg. Gyorsan elmondanám előtte, hogy mi ez az új sztori. Vannak ugye egy jó páran, akiket nem döntött le a lábáról a koronavírus. Például én. Végig, hát két eset van. Igazoltan semmi gép. Igen, tehát de vagy átment rajtad lehet, úgy, hogy nem vetted észre, de simán van, hogy egész egyszerűen nem kaptad el. És az új kutatások azt mondják, hogy vannak ilyen emberek, és ezeket és nem szuper terjesztő, ezt a fogalmat is vagyok, hogy szuper terjesztő, hanem szuper kerülőnek hívják. Mert ugye az elmúlt két évben ez a versenyfutás ment, hogy az volt a cél, hogy a koronavírus fertőzés folyamatának minél pontosabb leírása meglegyen, közben azok a genetikai variációk azonosítása, amelyek veszélyeztetebbé, vagy éppen ellenkezőleg védettebbé teszik az embereket a Covid-dal szemben. Tehát vannak olyan genetikai sajátosságok, amelyek feltehetően megduplázzák a halandóságot, vagy 10-szer ellenállóbbá is lehet ilyenek miatt válni, tehát sejtjeink válhatnak a támadó koronavírus ellen. Úgyhogy ez most az új kifejezés. Ugye voltak ezek a hírek, biztos te is hallottad, és számtalanszor találkoztunk az elmúlt pár évben, hogy például egy ember hogy volt felelős egy egész templomi kórus megfertőzéséért, vagy ilyen karácsonyi buli, amikor egy céges karácsonyi buli. Hát egyébként most pont volt kezdődik is egy ilyen nem sokára a szezon. Céges rendezvény szezonban ugye abszolút előfordul ilyen, úgyhogy na most eddig két olyan vírust ismerünk, amivel szemben genetikai mutáció valódi szuperkerülévé tett embereket, vagyis azt is megakadályozta, hogy a vírus a sejtekbe jutva replikálódjon. 2003-ban jöttek arra rá, hogy vannak olyan emberek, akik a norovírusokra immunisak. Tehát van a vírusoknak egy olyan nemzetsége, amelyek ezeket a hányásos hasmenéses fertőzést okozzák, és van, aki genetikailag védett ezek ellen egy mutációval. Úgyhogy a másik pedig a HIV szuperkerülők tulajdonságait sikerült megállapítani. Kiderült, hogy a vírusnak szüksége van egy speciális molekulára, ami a sejtek felületén található, és ez teszi lehetővé, hogy bejusson a sejt belsejébe a kórokozó. Van akinél ez hiányzik. Úgyhogy és nem, így aztán nem tud. A koronavírussal szemben is most azt feltételezik, hogy van ilyen. Úgyhogy ezt vizsgálják kutatók, ezt az egészet. Nagyon jó, vizsgálják bátran. Na, azt a másik... Szoktál másik... hazudni? Nem. És angolul? Tudod, ez a... tehát erre a válasz, hogyha az, hogy nem, akkor igen. Tehát arra nem, erre nem válaszolhatod erre a kérdésre azt, hogy igen. Igen. Azt mondja, hogy kognitív nézőpontból az igazmondásnál komplexebb agyi művelet hamis állításokat igen közölni, és ha még ezt idegen nyelven teszed, az még nehezítette terep a hazugsághoz. Tehát ha igazán érzékeny kérdéseket szeretnétek Kántor Endrével szembesíteni, akkor angolul tegyétek fel. Vagy még jobb németül. Németül. Arra nem tudok mit mondani. Nein! Nem tudok mit mondani. Azt mondja, minden nyelven több idő hazudni, idegen nyelven azonban érezhetően csökkent a szükséges befektetett idő a kétféle válaszadás között. Pszichológiai oldalról nézve kisebb érzelmi feszültséggel jár idegen nyelven mellé beszélni, igen, mivel nagyobb érzelmi távolságot teremt a hazai pálya nyelvi szempontból. Úgyhogy, I love you, ezt kell mondani. Nem, de tényleg, ez egy nagyon érdekes. Igen. Na jó, mondjad azt a kutatást, az nagyon jó. Engem az érdekelt a legjobban. Ettől a 10 daltól lesznek a legvidámabbak az emberek a tudományi jelen állása szerint. Tudomány, még egyszer, tudomány jelenleg jelentése szerint, és kérem szépen nem brit tudósok állapították meg, hanem holland idegtudós. Jacob, hogy kell ejteni? Holich? Ha hollandul ejtem? Nem tudom, ezt hogy kell ejteni. Úgy írják, hogy Joli. Na mindegy, aki hollandul beszél, az írja már. Szerintem J betűs ez. Igen, Joli. Hát na mindegy, megkérték, hogy derítse ki, hogy melyek azok a dalok, amelyeket az emberek a leginkább hangulatjavítónak tartanak. Rájött, hogy az átlagos tempójuk 140 és 150 ütem per perc. Igen. Ez pár ütemmel gyorsabb, BPM, mint egy átlagos popdal, és trendeket is azonosított a dalszövegekbe.
általában pozitív eseményekről szól, bulikról, romantikus élményekről, vagy egyszerűen csak nem is volt különleges értelmezése a dalnak. Majdnem azt mondtam, hogy tehát gagyi szövege volt, de ezt nem lehet mondani, hiszen nagyon sikeres dalokról van szó. No, hát, és akkor jöjjön az a 10 dal, amit a holland agykutató szerint mindenképpen hangulatjavító. A 10. helyen én egy kicsit lemaradónak érzem. Miért? A Walking on Sunshine. Katrin and the Waves. Című. Óriási nótát, sláger. Ha szabad ezt mondanom. Ez, szerintem ez nóta tényleg. Nem 10. Hát, hát legalább 3. Dehogy is, 10. Aztán a 9. helyen I Will Survive Gloria Gaynor-tól. Ez meg csupa pozitív töltetű üzenete. Abszolút. Van. És akkor? Aztán a 8. a Bon Jovi, ott voltam a koncerten, emberkísérlet volt ezek szerint. Lenyomták a Living on a Prayer. Living on a Prayer, és persze. Attól már egyből nyugodtabb is lettem, vagy mi lettem? Derülve. Na mondjad, hangulat 7. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Schmidt Andi is beletemetkezett, yeah, mindjárt yeah. Beleszólt. 6. I'm a Believer. A Monkees kiváló slágere. Mindig föl. Léces, pörgesd lejjebb. Lejjebb pörgetem. Itt van, kérem 5. szépen, én ezt vártam. Én ezt gondoltam, ez hogy érre. Nekem ez. A legtöbb sportoló biztos, hogy nem ezt hallgatja. Nem csak a sportoló, csak így egyszerűen. Survivor, Eye of the Tiger, természetesen. Hát, enélkül, hát ez a top, nem? Erre, csak erre lehet futni. Igen. Közben ilyen box mozdulatokat végzel. Itt van Schmidt Andi, ő erre fut. Áruljátok el, arra értem már csak be, hogy mondjátok a listát, de mi ez, mi ez? A hangulatjavító dalok. Kérlek szépen, egy kutatásra azt állapította meg, hogy ettől a 10 daltól lesznek a legvidámabbak az emberek. Egy hosszú vizsgálódási folyamat. Aha. És különböző... Már a 4. nél tartunk, Uptown Girl. Tényleg, Billy Joel-től. Hát ez érdekes. Ez lehet, nekem ez hátrébb kerül. Ez egy nemzetközi, főleg Hollandiában és az Egyesült Királyságban végzett kutatás, tehát ugye ez kimarad a magyar közeg belőle, de az Uptown Girl szerintem az nem volt akkora nagy sláger itthon. Szerintem az Uptown Funk lesz. Nem. A Billy Joel egyébként tényleg egy nagyon vidám dal. Na, aztán és akkor a doppergés a dobogóról. Harmadik. Várja, van nekünk ilyen, hogy doppergés, csak be kell adnom, ezt mindig elfelejtem. Tudok doppergést csinálni. Harmadik. Én figyelj. Ja, nem. Nem. Nem adtam be. Itt a dobberőm, azon szét szobában. Nem tudom beadni, várjál, mindjárt beadom a dobpergést. Tehát ilyen, most akkor így már sosem fogjuk borzasztó. Többé megtudni. Nem tudom, egyszerűen nem tudja, tudom beadni mindegy. A dobpergést. Közben mondani kellett volna, András. A Good Vibrations lett a 3. a The Beach Boys-tól. Tényleg? Azt még egyet értek vele, az top 3-as nálam is. Aztán? Na, hogy a Dancing Queen mit keres a dobogó az, második keres, fokán, András, az Abbától? Pontosan egy... tudod, hogy mit keres. Hát, fogadjuk. De ezzel egyet nem, értesz. Nem értesz egyet. Hát az olyan nye. Annak van egy nagyon jó feldolgozása, én azt imádom. Igen. És mi lett az első? A legjobb, hogyha valakinek rossz kedve van, elég betenni a Queen Don't Stop Me Now. Tudtam, hogy Queen lesz, tudtam. És már minden megold. Don't Stop Me Now, igen. Ezt se érzem itt a legjobb. Én Queen tettem volna én is. Miért nem? Dehogy nem. Nem. Abszolút Don't Stop Me Now szerintem. Én Queenre gondoltam, vagy Jacko-ra? Jacko hangulatjavító? Simán. Hát annyira rossz konnotációk vannak, hogy azt én nem gondolom. A Thriller szerintem az nekem, nem tudom, vagy nem. Hát ízlések és pofonok, holland idegtudósok szerint a Don't Stop Me Now a legjobb hangulatjavító, és az Abbának a második, a Dancing Queen. Így indítjuk újjára a GDP termelő, szorgosan menetelő magyarokat. Tessék! Defying the laws of gravity, I'm a racing car.
kreativitás. Én olyan boldog lettem, megmondom őszintén. Tehát ez szerintem ez működik. Mit gondolsz? Szerintem is. Én is sokkal optimistább lettem. Akkor mind a hárman erre gondoltuk. Köszönjük szépen a figyelmet. Termeljétek a GDP-t. Erre a 140-150-es ütemre kell termelni a GDP-t, és akkor belátható közelségbe kerül Ausztria már ma. De ez rajtatok múlik. Holnap reggel 6:30-kor lesz Millás reggeli megint csak, úgyhogy érdemes akkor is velünk tartani, addig pedig Don't Stop Me Now. Azt, arról énekel ember egyébként a talpán, Freddy is, aki hogy... Mihálovics Andrásot megállítja. Például az arénában. Na, köszönjük sziasztok. A figyelmet, sziasztok!